Természetvédelem, oktatás és persze sport. Ezek a témák is szerepelnek a Híd Televízió mai Barcsi krónikájában. Köszöntöm Önöket ismét a képernyők előtt. Továbbra is várjuk meghívásaikat és észrevételeiket is. Elérhetőségeink nem változtak. Telefonszámunk, ahová SMS üzenetet is írhatnak nekünk, 0670 639 102 7-es, elektronikus leveleiket pedig az infokukac@barcsmedia.hu címre várjuk. Kezdésként nézzük a mai témákat képekben. Véget ért az Ódráva rehabilitációja, megállították a vízszint csökkenést. Az államtitkár a konferencián elmondta, évi 400 millió forintot ad a kormány a természetvédelmi projektek önrészéhez. Több százan bújtak a mesterek bőrébe egyetlen éjszakára, Barcson is kipróbálhatták a mesterségeket a szakmák éjszakáján. Támogatja az Európai Ügyészséghez csatlakozást a Jobbik. A párt a korrupció ellen emeli fel hangját főként az EP kampányban. Barcson utcafórumot tartottak. A nagybőjt nem csak a test, hanem a lélek megújítását is szolgálja. Húsvét előtt lelki gyakorlaton jártunk. Versenyszerűen díszíti a tojásokat és másokat is, szívesen tanít a gimnázium diákja. Húsvét előtt írókázni tanulhattak tőle az érdeklődők. Nem a számítógép, hanem a szülő tehet arról, ha elszigetelődik a gyerek. De miként is működik az e-sport világa, no és mitől érdekes? Ebbe is bepillantottunk a Dráva Völgye Gamer napján. Sikerült a bravúr. A tabellát vezető Mezőcsokonyát győzte le az FC Barcsa megye 2 hétvégi fordulójában. A kapufa és a kihagyott 11-es is belefért, pörgős találkozót vezényelt a Barcs. Véget ért a holtággá alakult egykori Dráva kanyarulat az Ódráva rehabilitációja. Az elmúlt 5 év során a liget erdők megújultak, akárcsak a stégek. Megállították a folyamatos vízszint csökkenést és a talaj vízszint emelésével megnövekedett életteret kaptak az itt élő állatok, növények is. Így a vízszint emelő fenékküszöb megépítésével le is zárult a projekt alkotó időszaka, eztán a megfigyelés következik. Horvát-magyar környezetvédelmi szakemberek részvételével zárult a Barcsi Ódráva revitalizációját célzó LIFE pályázat megvalósítása. Ám nem csak az zárás, az egész program közös munka eredménye. A két ország határát jelentő holtággá alakult egykori Dráva kanyarulat mindkét oldalon természetvédelmi oltalom alatt áll, és része a két ország által létrehozott Mura-Dráva-Duna határon átnyúló bioszféra rezervátumnak. Így a közös kincs megmentése közös feladat, megőrzése közös felelősség. A magyar-horvát természetvédelmi szervek 20 éves együttműködésének egyik fontos állomása volt a most véget ért projekt, melyben önkormányzatok, civil szervezetek és horgászegyesületek is részt vettek. Az igazgatóságnak már komoly tapasztalatai vannak a magyar területen megvalósított programokkal, itt a Duna mellett, vagy akár a Dráva mellett is hasonló élőhelyrehabilitációkkal, vizes élőhelyek helyreállításával, de ugyanez mondható el a horvát félről, aki a saját területén nagyon nagy gyakorlattal rendelkezik a hasonló tevékenységekbe, és hát bőven itt volt az idő arra, hogy közösen elkezdjünk egy programot a Barcsi Ódráván, aminek vannak természetvédelmi problémái, itt elsősorban az aszályos időszakban a vízhiány, és egyébként egy turisztikailag is frekventált terület, ugye a horgászegyesület horgásza, magyar oldali horgászok, horvát oldali horgászok vannak, és hát bizonyos területei pedig nagyon kedvelt kiránduló helyek, úgyhogy maga a terület adta magát, hogy ezt az Európai Unió által támogatott programot végrehajtsuk itt, és ennek keretében készültek el azok a műszaki beavatkozások, illetve azok a tevékenységek, aktivitások, amelynek a zárókonferenciát tartottuk majd Dráva Szentesen. A holtág vízszintjének stabilizálására egy vízvisszatartó műtárgy, egy úgynevezett fenékküszöb épült a Fekete Árkon,
mely megfogja az Ódrávából kifolyó vizeket, ezzel a vízszint stabilizálással megakadályozza a károsan alacsony szint kialakulását, ugyanakkor engedi, hogy a drávai árvizek feltöltsék a medret. Miután maga a műtárgy már horvát területen épült meg, egy teljesen újfajta együttműködésre volt szükség. Nem egymás mellett, hanem egymásra épülő feladat megoldásokat jelentett. Százfalvi László országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, hogy vitán felülálló, kiváló szakmai programért véget magas színvonalú együttműködéssel. Ez figyelemfelkeltés is mindazok számára, akik tehetnek természeti értékeink megőrzéséért, hogy nincs lehetetlen, ha a következő nemzedékekre gondolunk. Bíró Norbert, a Somogy megyei közgyűlés elnöke pedig azt kérte, ha már ennyi energiát és pénzt fektettünk ennek a csodaszép környezetnek a rehabilitációjába, akkor tegyünk meg mindent azért, hogy ez minél több embernek nyújtson élményt, legyen az emberek számára cél felkeresni a Dráva medencét, az Ódrávát, Barcs és Križnica irányából egyaránt. Da, veliki naglasak smo stavili upravo na uređenje te površne staze. Ahogy láthatták, a konferencia résztvevői is, nagy hangsúlyt fektettünk a természeti értékek megóvására és az itt zajló események bemutatására is. Hisszük, hogy ha hozzáférhetővé tesszük mindezt a nagy közönség számára, akkor érzékenyítünk. Ezt szolgálja a projektet bemutató kisfilm a beruházás mozzanataival, ezt szolgálják a területen kialakított tanösvények, a megfigyelő épületek, pihenőhelyek, tájékoztató táblák. Szeretnénk kiemelni a biológiai sokféleség fontosságát is, elsősorban az érintett területen, hogy azok, akik a projekt helyszínére látogatnak, végigjárják a tanösvényeket, megtekinthetik a fekete árkon épült fenékküszöböt, azoknak erősödjön a környezet tudatossága. Pogotovo jednim ovakvim projektom, jer je ova gradnja pregrade na rukavcu Stara Drava, upravo je bila usmjerena na to da se utječe na poboljšanje ekološkog statusa prisutnih natura, područja i vrsta. Tatjana Arnold Szabó, Virovitica Podravina megye védett természeti területeinek és ökológiai hálózatának kezelésére szolgáló állami intézmény igazgatója az előadás során arról is beszélt, hogy a Pitomacsai járás és annak természetvédelmi közintézménye 2017-ben az Európai Unió strukturális alapoknál pályázott sikerrel egy bemutató központ létesítésére Križnica területén. Egy régi katonai létesítményt fognak erre a célra átalakítani, berendezni és használni. Gyakorlatilag itt szeretnék fogadni az ide látogató gyerekeket, csoportokat, akiknek bemutatják a terepet, lesznek szervezett kerékpártúrák és madár megfigyelőket is várnak. Parrag Tibor, a Dunadráva Nemzeti Park természetmegőrzési osztályvezetője elmondta, hogy a program monitorozással folytatódik, hisz számos olyan beavatkozás történt, melynek hatásaira a szakemberek is kíváncsiak, de maga az uniós program is elvárja tőlük az élővilág folyamatos megfigyelését, no és vannak létesítmények, melyeket karban kell tartani, tanösvények, tájékoztató táblák és maga a víz visszatartó műtárgy, vagyis még jó pár évre előre feladatot ad az Ódráva mindkét oldalon. Mi azt gondoljuk, hogy az igazán vízhiányos időszakokban, mint amilyen például most ez a sajnos ez az év is ígérkezik, legalábbis eddig, megfelelő mennyiségű vizet tudunk tartani a holtákban, ezáltal az ott előforduló halaknak, különböző élőlényeknek, élővilágnak megfelelő körülményeket tudunk biztosítani. Lesz hely a rekreációra, a horgászok tudják használni a vizet, a kenusok tudják használni a vizet. A környező területek talajvize, vízellátása is javulni fog ettől a beavatkozástól, illetve azok a jóléti létesítmények, amelyek elsőbb a Horvátország területén megvalósultak, azok pedig még több látogatót fognak vonzani, de magyar oldalról is, meg horvát oldalról is. Az Ódráva 834 ezer eurós rehabilitációja a LIFE program keretében valósult meg. Balczó Bertalan, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős helyettes államtitkára e kapcsán elmondta, hogy Magyarország 2011 óta vesz részt a LIFE természetvédelmi projektekben, és ez idő alatt 37 projekt valósult meg, melynek során 57 millió eurót mozgósítottak természetvédelmi célokra.
Azt látjuk, hogy az egyik leghatékonyabb eszköz tud lenni a live program, célzottan tud olyan beavatkozásokat felvállalni, ami ténylegesen egyes élőhelyeknek és a fajoknak a természetvédelmi helyzetét javítani képes. Éppen ezért a kormány amellett tett egy kötelezettségvállalást, hogy évről évre, 2024-ig bezárólag 400 millió forintot elkülönít arra, hogy a pályázó projektpartnereknek az önrészigényét finanszírozza. Ez a lehetőség ez nyitva áll, élnek is vele a pályázók, és bátorítani tudjuk a jövőbeni pályázókat, hogy ezzel kalkuláljanak. A live programok mellett a kohéziós források is segítik természetvédelmi fejlesztéseink megvalósítását. A 10 nemzeti parkigazgatóság most jelenleg is 92 projekt megvalósítását dolgozik országszerte. Összesen 38 milliárd forintot fordítanak élőhely rekonstrukcióra. Javítják a természetvédelmi őrszolgálat felszereltségét, eszközellátottságát, és a monitorozásnak a feltétele is javulnak. Nagyon sok nemzeti park igazgatóság kulcs szerepet játszik őshonos állatfajoknak a megőrzésében. Legfontosabb genetikai állományok sokszor igazgatóságnál vannak, és ezeknek az infrastruktúrális szükségleteit is, nevesül állattartó telepeknek a kialakítását is célozzák ezek a fejlesztési források. Tehát elég sokrétű vagy az a spektrum, amiben mozgunk, de ez a 38 milliárd forint, ez érezhető hatást fog gyakorolni a természeti értékeinkre. Az a cél, és ezt a cél tartani tudjuk, hogy több mint 100 000 hektáron javuljon az élőhelyeknek az állapota és a fenntartásukhoz szükséges infrastruktúra. Az elmúlt néhány évben közel 2 milliárd forintot használtunk, illetve használunk fel, milyen pillanatban is van folyamatban. Ez a térséget is érintette. Babócsai Bikarétnél egy komoly vízvisszatartás valósult meg. Itt jelenleg előkészítés alatt van egy horvát-magyar Interreg pályázat az itteni Life-os partnereinkkel, amelyekben újabb holtágaknak a rehabilitációját szeretnénk megvalósítani. Nem olyan messze innen, de már a baranyai részen épül egy 50 főt befogadó kerékpáros turistaszálló a Szapolcai Látogatóközpontunknál, és egy újabb turisztikai interleget is előkészítettünk, amelyet május 3-áig be fogunk nyújtani meglévő látogatóhelyeinknek, bemutatóhelyeinknek, kenukikötőinknek a fejlesztésére. A közös együttműködést a horvát fél is támogatja, mert, mint fogalmaztak, az Ódráva esetében az ötlet is a Dunadráva Nemzeti Parktól származott, és a tervezés is, így bármikor hajlandók újabb közös projektekre. Mindenképpen pozitívak voltak a tapasztalatok a közös munkát tekintve, azon túl, hogy a természetvédelmi terület értéke emelkedett, hasznos tapasztalatokat is gyűjtöttünk, így semmi akadályát nem látjuk egy újabb közös pályázatnak és együttműködésnek. Egyedül is folyamatosan pályázunk, jelenleg 11 projektünk fut, 2 Life, 4 Interreg és 5 nemzeti strukturális alapok támogatása. Sada provodi na rijeci Dravi. Jednostavno nije da nas je obeshrabrilo, dalo nam je zamaha da i dalje apliciramo projekte, pa smo se trenutno doveli u situaciju da imamo 11 projekata u provedbi. Hogy a lakosság is minél szélesebb körben megismerkedjen a programmal és kedvet kapjon az Ódráva felkeresésére, készültek kiadványok, tematikus újság, magyar-angol nyelven, az iskolásoknak interaktív foglalkoztató munkafüzet és a projektet bemutató filmmel együtt folyamatos hírek találhatók az olddrava.com weboldalon is. Több mint 300 vendég kereste fel a barcsi középiskolákat a szakmák éjszakáján. Az oktatási intézmények este 6-kor nyitottak, és egészen éjszaka 10 óráig fogadták az érdeklődőket. A Híd televíziónak beszámoló intézményvezetők elmondták, hogy minden szakmacsoport külön-külön készült, és a kollégák kreativitásának köszönhetően a szakmákhoz kapcsolódó érdekességekkel is előrukkoltak. A szakemberek megbecsülésének visszaállítása, a szakmák iránti és a szakmatanulás iránti érdeklődés és kedv felkeltése is célja a szakmák éjszakája programnak szerte az országban. Korhatár nélküli célcsoportot vártak, kisgyermektől felnőttekig mindenkinek megmutatták a szakmacsoportokat. Hogy milyen lehetőségek vannak a szakképzésben, hogy ez nem egy zsákutca,
hogy ez a jövő. Nem csak a híradókban lehet látni, hogy munkaerő hiány van, hanem az iskolák is alkalmasak arra, hogy, hogy ezt a feladatokat megoldják. A szakmák éjszakája programhoz a Kaposvári Szakképzési Centrum mindkét Barcsi tagintézménye kapcsolódott. Április 12-én este és kora éjszaka, így a két szomszédos középiskola között folyamatos volt a vándorlás, hisz aki az egyik helyet felkereste, ellátogatott a másikba is. Mindegyik nagyon ötletes volt, és nagyon jó volt, én azt gondolom, hogy ez egy tök szuper dolog. Most vagyok itt először, de elmentem megnézni a régi iskolámat is, ugye a Dráva Völgye középiskolát, meg eljöttem ide is megnézni, ahol most a húgom tanít, meg az anyu tanított. Mindegyik helyen olyan ötletes dolgokkal álltak elő, amikre nem is gondoltam, hogy ki lehet ebből hozni. Én nagyon kíváncsi voltam rá. Mindegyik szakmára azt gondolom, hogy meg kell, hogy fogja azt, aki erre bármilyen szinten fogékony. A szakmákat tanító szaktanárok ötletei, elképzelései alapján tervezték és bonyolították le mindenütt az esti bemutatkozást. Minden kolléga a saját tanulóival közösen készült fel és közösen várta a vendégeket, akik interaktív bemutatókon vehettek részt. Beszélgettek, játszottak, ismerkedtek az adott szakmával. Tulajdonképpen semmilyen szabályozott, kötött formájának nincsen. Pont ez a lényeg, hogy érezze mindenki jól magát. Töltsen minél több időt azzal, hogy kicsit leköti magát a szakképzésnek a belső dolgaiban. Nézzem, milyen egy iskola, hogy ez nem egy ijesztő dolog, hogy ezek olyan szakmák, amik szép, élvezhető, érdekes, mások számára nagyon eladható vagy fontos munka, amik ők csinálnak. Azt gondolom, hogy aki idejött, nem bánta meg. Az építőipari szakma szépségére hívták fel a figyelmet többek között a Legóból épített kisautók. Így is bemutatható, hogy működnek, hogy dolgoznak a munkagépek, a tervezőik vagy használóik, de a modellezéshez is kedvet adhat. Már itt is megtapasztalható, hogy rendkívüli felkészültséget igényel ilyen berendezések működtetése, ha komoly építőipari beruházáson akar valaki vele dolgozni. Vagy ott voltak a szakácsok és a pincérek, akik között nappal is diák és felnőtt képzésben résztvevő egyaránt dolgozott, sütöttek, főztek, felszolgáltak, bemutatták az ételt, sőt magát a készítést is, és vendégségbe is hívtak mindenkit. Azt gondolom, hogy felhetne soron szinte mindenki szakmánkat, a festőktől, az asztalosokig, az autószerelőkig, a Trabantnak a gumiát itt letéptük, itt az ajtó előtt, itt forogtak vele. Tehát itt gyakorlatilag nem tudom kiemelni itt a szakmák közül, melyik a legérdekesebb, de minden munkatársam azt gondolom, hogy kitett magáért, és megpróbálta tőle telhetőleg kreatívabban bemutatni azt, hogy az ő szakmájára érdemes eljönni. Míg a kézművesség iránt fogékonyak, a szakmunkás képző szabásvarrás oktatóival kis baglyokat készítettek és különböző textil termékeket, addig az agilisabbak a Dráva Völgye középiskolában kipróbálhatták, milyen, amikor valaki felmászik egy veszélyes fára, hogy annak egy részét lefűrészelje, és onnét a magasból alpin technikával érkezzen a földre. A két iskolában több mint 300 érdeklődőt fogadtak, a szakmunkás képzőben ott jártunkkor már meghaladta a látogatók száma 200-at, a Dráva Völgye középiskolában pedig nem várt érdeklődést tapasztaltak, féltek, hogy az eső miatt épületbe kényszerült bemutatókat kevesen nézik meg, ám még este 9 órakor is volt pergés. Sokféle dologgal készültünk, minden helyszínen komoly érdeklődés volt, de azért ez a famászásra fölmenni, ezt azért szerintem minden érdeklődő szinte kipróbálta. Nagyon népszerű volt a légpuskás lövészet is, de a kísérletek, és nagyon örültünk, hogy itt volt a DRV, tehát ők a gyakorlat részéről tudtak bemutatkozni, őket is, tehát nagyon sokan fölkeresték. A vizes tagozat például a gépészeti részeket mutatta be, például hogyan működik egy víztorony, a szivattyúk vagy épp az automatizálást, de tapasztalni lehetett a biomonitoring lényegét is. A közismeretis kollégák a szakoktatás segítő tárgyakat mutatták be. Tehát fizikai kísérleteket lehetett végezni, ebben részt venni. Mikroszkóba lehetett beletekinteni, ami hát azért maradjunk annyiba, hogy nem mindenki minden nap nézhet ilyenbe. Az informatikusok egy kvízt állítottak össze, szétrobbantottak egy számítógépet, vagy talán többet is. Fel kellett ismerni, hogy milyen részek vannak,
melyiknek milyen funkciója van, és a legjobban teljesítő kis apró ajándékokat kaptak. Az erdészek is készültek például csemete neveléssel is, a vadászatnak pedig a lövészet részét elevenítették meg az ehhez tartozó preparálással, valamint fáramászással. Nagyon sok gyerek megmászta kint az épület előtt a traktorunkat is, tehát az is ez egy érdekes dolog volt, hogy mire jók ezek a hatalmas nagy gépek. Kiállni sajnos nem állt ki ellene senki, mert egy kötélhúzó versenyt szerveztünk, de belátták a vendégek, hogy a traktor az erősebb. A látogatókat itt is vendégül látták a turizmus tagozatosok, akik az iskolában idegen vezetést is vállaltak, akár ehhez is kedvet kaphattak az ideérkezők. Láttam nagyon pici gyerekeket is, akik mondjuk most még abszolút nem ez a korosztály, de nagyon-nagyon élvezték, főleg a másik oldalon konkrétan volt egy informatikai kvíz, ahol ugye nagyon sok kisgyerek most szembesült az, hogy honnan, hová fejlődött az informatika. Aztán ezen az oldalon itt, ahogy a gépek bőrögnek kint volt, ez a Trabant, ami a hatalmas hangja volt, szerintem mindenképpen megfogja a fiatalokat. Én úgy láttam, én csillogó szemű gyerekeket látok, illetve fiatalokat mindenhol, hogy aztán ebből ki lesz az, aki valóban ide fog jönni tanulni, azt nem tudom, de én drukkolok mindkét iskolának, ezt kell mondanom. A helyszínen megfogalmazódott, hogy a legtöbb általános iskolás a gimnázium fele kacsingat, szakmát egyre kevesebben szeretnének tanulni. A szakmák éjszakáján azonban beleláthattak a képzés mélységébe, hogy ez is komoly oktatás, ráadásul érdekes is, és talán szívesebben választanak ezek láttán szakmát, és csak utána akarnak leérettségizni, ami szakmunkás bizonyítvánnyal a kezükben rövidebb ideig tart, és még a főiskola is megcélozható. A Jobbik is készül az európai parlamenti választásra. Barcson utcafórummal népszerűsítette a párt EP listáját és a törekvéseket Ander Balázs, valamint a lista negyedik helyén álló Bana Tibor. A Jobbik listáját a Nemzeti Választási Bizottság már nyilvántartásba vette. Vasárnap estig 4 párt adta le egyébként az ajánláshoz szükséges 20 000 támogató aláírást. A Jobbik egy hétvége alatt gyűjtötte össze az EP listájának nyilvántartásba vételéhez szükséges aláírásokat. A párt 21 képviselőjelöltet sorolt fel a listáján, amelyet Gyöngyösi Márton vezet, majd Balczó Zoltán és Jakab Péter után Bana Tibor következik, aki Barcson találkozott a választókkal, Ander Balázs alelnökkel együtt. Az nagyon fontos, hogy gyorsan összegyűltek az ajánlások. Köszönjük szépen a barcsiaknak és környékbelieknek is, hogy támogatták a Jobbik listáját, és kérek mindenkit, hogy a május 26-i EP választáson egy biztonságos Európa és egy szabad Magyarország megteremtése érdekében támogassák listánkat és jelöltjeinket. Magam is a Jobbik egyik EP képviselőjelöltje vagyok, és vállalni tudom azt, hogy a korrupció elleni harcnak kérlelhetetlen képviselője leszek az Európai Parlamentben, hogyha megkapom a bizalmat. Most is azért gyűjtjük az aláírásokat, hogy az Európai Uniós források, az EU-s pénzek, azok megfelelő helyre kerüljenek, tehát ne ellopják őket, hanem Barcson is olyan célokra lehessen ezeket fordítani, mint az egészségügy, az oktatás és más fontos helyi fejlesztések, hiszen én azt gondolom, hogy az iskolák, az óvodák fejlesztése, a rendelőknek a fejlesztése, az minden barcsi érdekét is szolgálhatja, ezért is fogok harcolni az Európai Parlamentben. A Jobbik európai parlamenti programjában autonómiát követel a határon túli magyarságnak, és új kiegyezést szorgalmaz a britek távozása után a gazdasági nagyhatalmak és a kisebb országok között. Mi is azt gondoljuk természetesen, hogy bizonyos kérdésekről lehet vitázni, de azt nem szabad hagynunk, hogy Orbán Viktorék kivezessék Magyarországot az Európai Unióból. Hogyha az Európai Parlamentben minél nagyobb erőkkel meg fogunk jelenni, akkor az illegális migráció elleni küzdelem is egy fontos célunk lesz, a fake news, az álhírek elleni küzdelem is ezek közé tartozik, és azt szeretnénk elérni, hogy minden tisztességes honfitársunk és a magyar családok előbbre tudjanak jutni, így az európai uniós pénzek elosztásánál azért fogunk harcolni, hogy a kohéziós forrásokból és az egyéb kalapokból is minél több juthasson, akár ide Dél-Somogyba is. A béruniós kezdeményezéshez hasonló célkitűzések az EP programban is szerepelnek a Jobbiknál. A párt programja szerint hazánk a csatlakozás idején a többi keleti tagállammal együtt egyenlőtlen feltételekkel lépett be az Unióba, amely a munkaerőpiacon is problémákat okoz. Programjukban úgy fogalmaznak, nálunk az elvándorlás okoz gondot, Nyugat-Európában a bevándorlás és a szegényebb országokból érkező dolgozók jelentette bérverseny okoz nehézségeket.
Nagyon fontos az, hogy a bérek, fizetések felzárkózzanak a nyugat-európai színvonalhoz. Nem azt állítjuk természetesen, hogy egyik napról a másikra háromszorosára lehetne növelni a magyar fizetéseket, azt viszont igenis képviselni fogjuk, és próbálunk ehhez minél több partnert találni, hogy a magyarok is tisztességesen tudjanak élni, hogy a családjukat el tudják tartani, és ennek érdekében fontos célkitűzés az, hogy a magyar fizetéseket, és ezzel együtt természetesen a magyar nyugdíjakat is emelni fogjuk. Kelet-Közép-Európának ebből a szempontból is fel kell zárkózni a Nyugat-Európához. A kampány vezérszála a korrupció elleni harc marad vélhetően az EP választásig. Bana Tibor támogatja az Európai Ügyészséghez történő csatlakozást, de emellett újabb aláírásgyűjtésbe is kezdtek e téma kapcsán. Nem véletlen, hogy az Európai Ügyészségnek a bevezetését mi is támogatjuk, hiszen azt gondoljuk, hogy európai szinten kellene fellépni a korrupció ellen. Látható, hogy a magyar ügyészség fal az a kormánynak a lopásokhoz. Emellett a média szabályozás, a környezetvédelem is szerepel például a párt programjában. Hogy ezt milyen szövetségesekkel valósítaná meg az EP-ben a Jobbik, egyelőre nem tudni. Vannak ezzel kapcsolatban tárgyalások, de az Európai Parlament megalakulását követően fogjuk látni a pontos erőviszonyokat. Számtalan kérdőjel van még, hiszen jelen állás szerint például a briteknek is meg kell tartaniuk az európai parlamenti választást a Brexit ellenére, hiszen annak kitolódott a dátuma. Hát folytatunk egyeztetéseket, mindenképpen frakcióban szeretnénk ülni, hiszen úgy minden tisztességes magyar sokkal határozottabban tudnánk képviselni. A tavasz a megújulás időszakát hirdető évszak, a húsvét Jézus feltámadásának ünnepével szintén ezt hirdeti. A testnek és a léleknek is célszerű megújulnia ilyenkor. Ez utóbbi megtisztulása minden keresztény felekezetnél a húsvét előtti időszak legfontosabb eleme. A nagybőjti időszak tulajdonképpen éppen ezt a felkészülést szolgálja, fizikai és szellemi értelemben egyaránt. A barcsi katolikus közösség tagjait a húsvéti felkészülésben lelki gyakorlat is segítette. Ezúttal Göndics János, csurgói esperes plébános volt a vendégszónok. A liturgiának a viola vagy lila színe mindenképpen a bűnbánatot jelképezi. A bűnbánat meg azért fontos, hogy meg tudjunk térni. A megtérés nem más jelent, mint hogy 180 fokos fordulatot igyekszünk tenni a rossztól a jó irányában, és ezt pedig úgy tudjuk hitünk szerint megtenni, hogyha a Jóisten előtt egy picit lélekben, vagy éppen fizikailag is leborulunk, legfőképp itt a templomon, ahol különösen is ő jelen van az oltári szentségben, és átértékeljük egy picit az életünket. Hogyha így készülünk, már pedig muszáj készülnünk a nagy ünnepre, húsvétra, Krisztus feltámadására, akkor egész biztos, hogy a szívünk is meg tud újulni, és a családunkba is ki tud sugározni talán ez a megújulás, ez a isteni kegyelem. A lelki gyakorlatot Nagybőjt 5. vasárnapján Fekete Vasárnap tartották. Fekete lepellel takarták le Jézus Krisztus testét a feszületen, ez is jelképezi a nagypéntekig tartó gyász időszakot. Ez arra figyelmeztet, hogy gondolkodjunk el Jézus 2000 évvel ezelőtti földi életén, azon, hogy meghalt a keresztván, de ugyanakkor azon is, hogy nem a halál, hanem a feltámadás volt a zárszó, és ez mai napig is a legfontosabb. Ezt a gyász időszakot kicsit megtöri a virágvasárnap. Egyrészt ugye Jézus Krisztus bevonulására emlékezünk, Jeruzsálembe bevonult, ünnepelték pálmaágakkal, mi barkákkal ünnepeljük, ugye a tavasznak az első virágával, ha szabad így mondani, de ugyanakkor a virágvasárnak megvan a kettősége, tehát már Jézus Krisztus szenvedés történetét, a passiót is felolvassuk. A kétnapos közös gondolkodás során elhangzott többek között, hogy legyünk befogadóak, nyitottak, segítőkészek. Ugyanakkor még egy szerető család körében is szükség van magányra. Ez lehetőséget ad arra, hogy újraértékeljük életünket, megvizsgáljuk, hogy jó-e az irány, az út, amin haladunk, vagy korrekció szükséges. Nagybőjt a gondolkodás, az elmélyülés időszaka is, a lélek felszabadítása, a bennünk folyó harcok, kétségek, aggódások, félelmek terhétől. Göndics János úgy fogalmazott, a templom ideális hely arra, hogy kiürítsük szívünk, hogy megterhessen szeretettel és a megoldásokat biztosító energiákkal.
A múlton ne rágódjunk, a jelen történéseivel barátkozzunk, s ha így készülünk a húsvétra, akkor mi is képesek leszünk megújulásra és ünneplésre. Többféleképpen lehet megünnepelni, ugye kinek mennyire van jelen a hit vagy a jóisten a családjában, de azt hiszem, hogy mindezektől függetlenül is, hogyha nem merül ki a húsvét ünnepe csupán abban, hogy nagyon finom sonkát eszünk tormával és egyebek, hanem arra tudunk emlékezni, hogy megvan ennek az ünnepnek a gyökere, és hogy tényleg Jézus Krisztus feltámadására emlékezünk, akkor már mindenki boldogan ünnepelhet. Ehhez az is kell, hogy elfogadjuk önmagunk, hibáinkkal, hiányosságainkkal, vétkeinkkel. Ezekre nem vagyunk büszkék, de szégyelni sem kell őket. Ezek is életünk részei. Ne rágódjunk rajtuk és a múlton, cselekedjünk sok jót, segítsünk, ahol tudunk, és barátkozzunk minden új történéssel. A folytatásban még mindig húsvéti készülődés, igaz kicsit másként. A Széchenyi kollégisták saját szervezésű szakkör keretében ismerkedhettek meg a giccázás és a berzselés technikájával. De hogy mit is jelentenek ezek pontosan, azt Hollósi Krisztián diáktársuk mutatta be nekik. Az ünnepre hangolódva sokan kezdenek hozzá a tojások festéséhez, ám egy igazán szép darab elkészítése már nem is olyan egyszerű feladat. A Széchenyi Ferenc gimnázium kollégistái diáktársuktól tanulhatták meg a tojásfestés ősi mesterségét, a giccázást. Úgy indult ez az egész, hogy órán beszélgettünk, rajzórán beszélgettünk, irodalomórán is beszélgettünk, önirata az írás közben. Ugye mindent le kell írni, és ugyanezt a, hát úgymond mesterséget beleírtam, és akkor több embernek is felcsinált a szem, hogy akkor miért ne csinálhatnánk egy ilyen kis szakkört. Akár boltban is vásárolhatunk írókát, de otthon házilag is készíthető gica. Régi íróeszközök, fémtubusok és egy fadarab felhasználásával bárki szert tehet egy ilyen eszközre. Ez egy viasszal történő írás, úgymond. Sima kifújt, vagy akár főtt tojásra is ugye tudunk ezzel írni. Általában mély viasszal szoktunk, de akár lehet ugye gyertyával is. Lényegében ez a giccázás, ez arról szól, hogy van egy kis fadarab, ami ketté van egy kicsit úgymond szelve, és általában lehet ezt töltő, vagyis a tollnak a patronjával is csinálni, és lényegében a csőrét belemártjuk a viaszba, megmelegítjük egy kicsit, és így lehet vele írni tojásra. A működési elve rendkívül egyszerű. Ahol viasz fedi a tojást, ott nem fogja meg a festékanyag. Először a kifújt tojást megírjuk viasszal, majd festékbe mártjuk, ezt követően pedig leolvasztjuk róla a felvitt viasz réteget. Van olyan lehetőség, hogy két színű tojást is csinálni, vagy akár három színű tojást is csinálni. Na most, amit szeretnénk például piros színűre festeni, majd utána feketére, ugye két színű legyen, a piros részt, amit arra szeretnék hagyni, azt lefedem ugyanúgy viasszal, visszateszem a festékbe, és csak lemelegítem, és akkor kijön szépen a minta. Persze a tojások mintázása kíván némi kézügyességet. A kezdő számára nagy segítséget jelenthet, ha segédvonalakat rajzol, majd utána fog neki a tojások írásának. Az alkotó készíthet hagyományos mintákat, de saját kutfőből is dolgozhat. Aki elsőre csinálja, annak milyen nehéz ez? Nem annyira. Magyar először még az volt, de most már kezdek belejönni. Milyen mintákkal kezdtél, vagy hogyan álltál neki? Először a vonalakat húzkodtam meg, aztán nem tudom, amit csak gondoltam. Ajánlanál ezt másnak is, hogy akár otthon kipróbálja, hogyha igen, akkor miért? Persze, ez jó időtöltés. Attól még, hogy nincs kézügyességünk a giccázáshoz, készíthetünk szép tojásokat. Egyszerű, ám mégis mutatós darabok készíthetők a berzselés technikájával is. Ez a tojás berzselés, ezt is szokták használni, viszont általános iskolában általában ezt a technika órán szokták használni. Hát olyan lehetőség is van különben ezzel a tojás berzseléssel visszatérve, hogy faleveleket, különböző falevelek, különböző típusú faleveleket egy harisnyába beletenni, ugye rá a tojásra, és úgy beletenni ebbe az úgynevezett hagymalébe. És akkor ugye az megfogja egy kicsit a színét, és ugye kirajzolódik benne a levélforma.
Tojásfestéket vásárolhatunk boltban is, de ha inkább a hagyományos módszert választjuk, akkor a káposzta és a lila, valamint vörös hagyma is nagy segítségünkre lehet. Krisztiánt és munkáit a húsvét hétfői Barcsi krónikában hosszabban is bemutatjuk majd önöknek. Mortal Kombat, FIFA, Counter-Strike, League of Legends vagy éppen Galaga. Az 5. Gamer napon szinte az összes népszerű játékot kipróbálhatták a résztvevők a Dráva Völgyek középiskolában, az informatika termekben. 5. alkalommal gyűltek össze a gamerek a DVK-ban tanítás után. Az 5. Gamer napon kora délutántól egészen estig nyújtottak lehetőséget a Barcsi diákságnak arra, hogy belekóstoljanak a konzolok és PC-s játékok világába. A diákok kezdeményezésére kezdődött még 5 évvel ezelőtt. Szeretek volna egy délutánt, amikor csak övék az iskolai géptermek, ahol játszhatnak egy kicsit, kikapcsolódhatnak, és úgy gondoltuk, hogy ezt valamilyen szervezettebb formába öntjük, ezért osztuk létre ezt a napot. A konzolok nagy többségét a tanárok és a diákok otthonról hozták, így lehet azt mondani, hogy a Gamer Nap igazi közösségi összefogással valósult meg. Bár napjainkban igen divatos hangoztatni, hogy a modern világ eszközei gyengítik a társas kapcsolatokat, ez esetben pont az ellenkezőjét láthatjuk ennek az elvnek. Vannak itt olyan csapatok, amik már 5. éve járnak ide, tehát ők rendszeresen online is és offline is tartják a kapcsolatot. Ahogy látom, többségükben mindkettő jelen van, tehát alapvetően ez a helyes, amikor nem csak online, amikor nem tudjuk a másik személy azonosságát, nem csak olyanokkal ismerkedünk, hanem olyanokkal, akiket a való életben is ismerhetünk. Fontos, hogy a Gamer Nap nem csak a DVK-s diákoknak szól. Bármelyik iskola tanulója részt vehet rajta, hiszen a lényeg a közös játék élményén van. Nagyon fontos, hogy jól érzik magunkat a diákok, és hogy így összegyűltünk, az is egy nagyon jó dolog, meg hát ugye infósok, játszanak, ennyi. Mi az, ami nektek a mai napban a legjobban tetszik? Melyik gém volt az, ami a legjobban bejött? Melyik gép? Igazából én a League of Legends-t szeretem így a legjobban, ami így itt van, de egyébként az összes, a VR, az Xbox, az összes játék igazából, az összes élvezhető, úgyhogy szerintem nincsen nagy kedvenc, mert az összeset lehet ugyanúgy élvezni. A résztvevők olyan népszerű játékokban mérhetik össze tudásokat, mint a Counter-Strike, Mortal Kombat vagy FIFA, de a jelenkor divatos gémjei mellett a retro is helyet kapott. Mi az értelme egy jó játéknak, vagy mi a célja? Mi az, amit lehet benne keresni? Miért lehet szeretni egy jó játék? Vagy mitől jó egy játék? Szerintem a versengés. Tehát hogy az, hogy az izgalom, hogyha nyersz, akkor az öröm, ha veszítesz, akkor meg, hogy fejlődjél, hogy gyakorolj, tehát szerintem ez. Mit gondoltok, ugye lehet most már hallani egyre divatosabb ez a kifejezés, hogy e-sport. Ez sport, vagy csak kikapcsolódás? Hát szerintem mindkettő. Valaki erősebben űzi ezt a sportot, valaki nagyon sok órát belefektet ebbe, valaki pedig csak leül a géppel és játszik, hogy kikapcsolódjon. A hagyományos asztali és konzolos játékok mellett rendkívül népszerűnek bizonyult a VR is. Bár kívülről szemlélve igencsak furcsa látványt nyújt a játékos, az biztos, hogy a résztvevő számára nem mindennapi élmény egy ilyen játék. Volt a végén nehezebb is volt, mert volt, amikor keresztbe voltak a színek, de amúgy általában mindig jobb kéz volt a kék, bal kéz a piros, és kedv voltak különböző irányok, hogy milyen oldalra kell ütni a kockát, és így. Szerintem ez direkt úgy van megcsinálva, hogy ez egy kicsit jobbra-balra lépni, hogy ez egy kicsit mozogjon az ember is, ne csak így álljon kint a külső szemben. A generációs szakadékok miatt a szülők sokszor nem értik csemetéjük konzolok iránti rajongását, és olykor a PC-s játékokat okolják az esetleges konfliktusokért, pedig a szervezők elmondása szerint a legtöbb ilyen gond egy kis odafigyeléssel orvosolható lenne. Nyilván mindennek van előnye meg hátránya. Én személy szerint úgy vélem, hogy nem a számítógépes játékok a felelősek az esetleges deviáns viselkedéseket. Ugye lehet hallani, hogy Amerikában is többször komoly problémák adottak játékokból, azt mondják, de valójában inkább a felügyelet nélküli játék, amikor nincsenek egyfajta kontroll alatt, hogy nincsen irányítva a figyelmük, tehát nem tudják megkülönböztetni a realitást a játékvilágtól.
Az ötödik gamer nap összességében jó hangulatban közel 100 fő részvételével telt. A nap végén a résztvevők értékes ajándékokkal gazdagodhattak a szponzorok jóvoltából. A folytatásban pedig sport, mégpedig futball. A tabellát vezető Mezőcsokonyát verte meg a megye kettő legutóbbi hazai találkozóján az FC Barcs. A fontos győzelemmel 2 pontra közelítette meg az éllovast a barcsi csapat, amely a balatonszemes győzelme miatt továbbra is a 3. helyről várhatja a folytatást. A fordulatokban gazdag mérkőzésen sokszor elpártolt a szerencse Pandur Ádáméktól, a kapufa sem volt igazán a hazaiak mellett. Így vonult a második játék részre az FC Barcs csapata, az ellenfél Mezőcsokonya 0-1-es vezetésénél. A második játék rész kezdetén már nyomás alá került a mezőcsokonyai kapu. Pandur szabad rúgása ugyan nem rezgette meg a hálót, de a támadó játék nem lankadt a hazaiak részéről. Eztán a technikásan játszó Orsós hozta ki a labdát a Tétova mezőcsokonyai támadás után, de ezúttal sem ért célba, hiszen a fiatal barcsi játékost szabálytalan sorával tudták megállítani az ellenfél középpályásai. Nem sokkal később Pandur beemelésével indított a Barcs, de a kapusnál landolt végül a labda. Orsós kísérletét sem követte gól, néhány perccel később ám a barcsiak folyamatosan támadtak, esélyt sem adva a mezőcsokonyának a második félidő elején. Az 54. percben aztán meg is tört a jég, Bán jól irányzott szöglettel találta meg Csajbókot a kékek kapuja előtt, így Csajbók találatával egyenlíteni tudott az FC Barcs. Néhány perccel később Banic harcolt ki egy közeli szabadrúgást, amit Pandur Ádám végzett el. A kapufa azonban az ellenfél oldalára állt, és a kipattanót sem sikerült a hálóba varnia a hazai együttesnek, így maradt a döntetlen. Nem sokkal később Hengerics bedobásából indulhattak a hazaiak, amit Banic vart be végül a bal alsó sarokba, megszerezve a hazaiaknak oly fontos vezető találatot. A finishhez közeledve a Barcs fizikai erőfölénye is megmutatkozott a mérkőzésen. Jóval nagyobb arányban birtokolták a labdát, mint a tabellát vezető Mezőcsokonya. A végéhez közeledve újabb lehetőség hullott a hazaiak ölébe, kezdezés miatt büntetőhöz jutott a Barcs. Banic azonban kihagyta a lehetőséget, így maradt a 2-1 a hazaiak javára. A Mezőcsokonya így 48 ponttal vezeti a tabellát, szorosan 2-vel mögötte azonban már a Barcs áll, 2 ponttal lemaradva. Gondolom, amit kértem tőlük az első perc, igazán betartotta a csapat. A Mezőcsokonyán azt éreztem, mivel 5 ponttal vezettek előttünk, hogy nekik jó lesz itt az X is, úgy álltak hozzá a mérkőzéshez, igazán beálltak 11 emberre védekezni, próbáltuk ezt föltölni, a védekezést. Nem sikerült, egy kontrába, egy hibánk volt hátul, abból eljöttek, ez egy momentum volt az egész félidőben. Azon kívül azt mondtam félidőben is a srácoknak, hogy meg vagyok elégedve, ezt kell folytatni, és meg fogjuk fordítani az eredményt, hála Isten igazam lett. Befújta a 11-est is, amit be kellett fújni. Kihagytuk sajnos, utána volt még egy-két helyzetünk, amit lezárhattunk volna a mérkőzést. Ez a mi módtunk ebbe a szezonban, hogy szeretünk szenvedni a végéig az utolsó percig. Ez most is így van, de hála Isten nyertünk, ez a lényeg. A mérkőzés egyik legjobbja a sokat futó és technikásan játszó Orsós István volt, akit a második félidőben sokszor szó szerint a földre kényszerítve tudott csak tartani a Mezőcsokonya. Őszintén elmondhat, nehéz volt, mert ugye a csapatunk megpróbált hajtani és mindent megtenni azért, hogy ezt behúzzuk, hogy föl tudjunk kerülni. Úgyhogy szerintem gratulálok a csapatnak is, hogy mindenki kitett magáért. Én őszintén elmondom, hogy szerintem mindenki oda tette magát, amit kellett, hozta, nyújthatott. Voltak apró hibák, de ezt majd megpróbáljuk javítani. Ha ezelőtt héten Lengyel-Tótiban nyerünk, akkor most mi vezetnénk a tabellát. Tehát azért mondom, hogy szeretünk szenvedni. Szenvedünk tovább is az utolsó hét fordulóban, aztán meglátjuk, mi lesz ennek a vége. A jelenállás szerint ez akár továbbjutás is lehet, hiszen az első 2 helyezetnek van lehetősége a feljebb lépésre a bajnokság zárásakor. Addig azonban még több nehéz meccs is vissza van. A balatonszemes is nyert a hétvégén, így a mezőny állása az élben. Mezőcsokonya 48 pont, balatonszemes 47 és Barcs 46. Ennyi fért e heti krónikánkba, lássuk még egyszer a főbb témákat röviden.
Véget ért az ódrával rehabilitációja, megállították a vízszint csökkenést. Az államtitkár a konferencián elmondta, évi 400 millió forintot ad a kormány a természetvédelmi projektek önrészéhez. Több százan bújtak a mesterek bőrébe egyetlen éjszakára, Barcson is kipróbálhatták a mesterségeket a szakmák éjszakáján. Támogatja az Európai Ügyészséghez csatlakozást a Jobbik. A párt a korrupció ellen emeli fel hangját főként az EP kampányban, Barcson utcafórumot tartottak. A nagybőjt nem csak a test, hanem a lélek megújítását is szolgálja, húsvét előtt lelki gyakorlaton jártunk. Versenyszerűen díszíti a tojásokat és másokat is, szívesen tanít a gimnázium diákja. Húsvét előtt írókázni tanulhattak tőle az érdeklődők. Nem a számítógép, hanem a szülő tehet arról, ha elszigetelődik a gyerek. De miként is működik az e-sport világa, no és mitől érdekes? Ebbe is bepillantottunk a Dráva Völgye Gamer napján. Sikerült a bravúr. A tabellát vezető Mezőcsokonyát győzte le az FC Barcsa megye 2 hétvégi fordulójában. A kapufa és a kihagyott 11-es is belefért, pörgős találkozót vezényelt a Barcs. Csütörtökön is tartsanak majd velünk itt a Híd Televízióban, ugyanis a képviselőtestület rendes munkaterv szerinti ülését közvetítjük 18 órától felvételről. Húsvét hétfőre esik a Barcsi Krónika következő kiadása, de nem maradunk műsor nélkül. Érdekességek és egy kis történelet is helyet kap majd nálunk itt a helyi csatornán. Addig is várjuk észrevételeiket és javaslataikat is a képernyőn látható elérhetőségeken. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozzunk egy hét múlva a friss Barcsi Krónikában. Viszontlátásra!